Nem csak egészségügyi, hanem gazdasági szempontból is rányomta a bélyegét a koronavírus az elmúlt évre. Ezt tapasztalták a Lafarge Cement Magyarország Kft. Királyegyházi gyárában is. Bár a 2021-es év nehéz volt, mégis sikeresen zárta a vállalat. Nagyon sok nehézséggel kellett megküzdenünk. Szerintem mindenki számára egyértelmű volt, hogy a Covid elleni harc az a 2021-es év fő témája. Úgy gondolom, hogy sikerrel vettük az akadályokat, de rengeteg egyéb kihívással is küzdöttünk. Például ilyen volt a negyed évben az energiaáraknak a drasztikus emelkedése, melyre nyilván költségtakarékossággal tudtunk válaszolni. De azt kell, hogy mondjam, hogy összegészében ez a 2021-es, a 10 éves fennállásunk egyik legnehezebb éve volt. Viszont ebben az évben meg tudtunk alapozni egy sor olyan tevékenységet, ami a 2050-es karbonsemlegesség felé vezető útra visz bennünket. Ilyen volt például az a három beruházásunk, amit 1,5 milliárd forint értékben hajtottunk végre itt a Királyegyházi Cementgyárban. Ennek köszönhetően most már több mint 20%-kal tudtuk csökkenteni a fajlagos széndioxid kibocsátásunkat. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy immár 80% fölötti az alternatív tüzelőanyag arányunk, tehát ennyi fosszilis energiát nem használunk itt el az égetés során. Én azt gondolom, hogy ez egy kiváló eredmény, ezzel Európa egyik legmodernebb cementgyárai közé tudunk tartozni. Több gazdasági tényező is befolyásolta a munkát az elmúlt évben. Érdekes volt, mert az első negyed év az nagyon csendesen telt, hiszen akkor még a Covid válságnak volt a hatása érezhető, majd márciusban nagyon hirtelen megugrottak az igények. Ezt nehéz volt ám kezelni, hiszen ez egy viszonylag stabil üzem, itt nagyon nehezen tudunk a hirtelen megnövekedett piaci igényekre válaszolni, de megoldottuk nyilván ezt is, viszont olyan hónapjaink voltak, amiket soha nem láttunk korábban. Tehát a két szélsőség között mozogtunk, egyszer a nagyon enyhe és lassú Q1-ből, hirtelen Q2-be, azaz a második negyedévben, márciusban nagyon hirtelen megugrottak az igények, és ezek az igények tartottak decemberig. Igen, ám, de az ellátási láncok azért ezt nehezen tudták lekezelni, ezt a váltást, tehát azért nekünk is nehezünkre esett mondjuk tartalék alapanyagkészlettel készülni. Ilyen például a kohósalak ellátása, ilyen volt egyéb alapanyagoknak a beszállítása, vagy ilyen volt a fuvarkapacitás is, azért ezek mind megnehezítették az évünket. Nem beszélve arról, hogy augusztus óta ugye folyamatosan emelkedik a villamosenergia ára. Nekünk a villamosenergia az közel a 25%-át teszi ki a költségstruktúránknak, 10-szeresére emelkedett tavaly ilyenkor óta a villamosenergia ára. Azért itt rengeteg olyan intézkedést kell hoznunk, hogy ezt kivédeni tudjunk, de hát nagyjából a világpiacról kell vásárolnunk, tehát hogy azért ez olyan kihívásokkal állít minket szembe, hogy például hogyan tudjuk az őrlésünket, vagy a tevékenységünket úgy nappal és éjszaka időzíteni, hogy mindig a legolcsóbb éppen villamos tarifával tudjunk dolgozni. Tehát azért ez a kollégáimnak extra erőfeszítését igényelte, de ahogy említettem, már többször ezt is sikerrel meg tudtuk oldani. A cég nem tudta az előző évek növekedését produkálni az emelkedő költségek miatt. Most azonban a zöld stratégia megvalósításán is nagy hangsúly van. Először is egy pontos képet kell kapnunk arról, hogy a széndioxid kibocsátás, ami ugye a cementipar esetében a világ széndioxid kibocsátásának a 7%-át jelenti, itt is jelentős a Királyegyházi cementgyárban. Tehát először is azonosítanunk kell, mérnünk kell azokat a pontokat, ahol a széndioxid termelődik, ilyen az egyik oldala maga az égetés, a másik oldala pedig az alapanyag felhasználás. A tüzelőanyag felhasználás során, most már ugye, ahogy említettem, jelentős lépésekkel haladunk előre, itt a cél, hogy előbb-utóbb elérjük a 100% fosszilis anyag helyettesítést, tehát megújuló tüzelőanyagokkal tudjuk a kemencét fűteni, tehát ez egy nagyon fontos dolog, ezen jó úton járunk. Itt még további beruházások várható. A másik része a dolognak az, hogy hogyan tudjuk a termékportfóliónkat úgy átalakítani, hogy az a lehető legkisebb széndioxid lábnyommal járjon. Ebben is most a fejlesztéseink már jó úton haladnak, hiszen piacra fogunk dobni két olyan terméket is, aminek a széndioxid lábnyoma az átlag cementekhez képest 20%-kal alacsonyabb. És van egy harmadik lábnyom, egy harmadik pillére ennek az egész stratégiának, mégpedig az, hogy hogyan tudjuk az alapanyagainkat hulladékkal helyettesíteni. Nagyon nagy terveink vannak azzal kapcsolatosan, hogy hogyan fogjuk a bükkösdi mészkövet építési törmelékkel kiváltani. Azért ez több minden kell a jogi környezetet is egy kicsit megváltoztattunk, illetve ki kell építeni az infrastruktúrát a környéken, meg az egész országban, hogy az építési törmeléket megfelelő mennyiségben össze tudjuk gyűjteni, azt tudjuk szelektálni, és utána ide a Királyegyházi gyárba behozni, majd ezt a kemencébe beadagolni. Már létezik olyan cementgyár Európában, aki akár 100%-kal hulladékkal is, hulladék alapanyaggal tud dolgozni, nálunk is ez a cél. Tehát, hogy függetlenedjünk a természetes erőforrásoktól, illetve más iparágak hulladékát tudjuk hasznosítani az alapanyag felhasználásaink során. A cementgyár már elkezdte az ilyen
új termékek értékesítését, melyeket a jövőben egyre szélesebb körben szeretnének elterjeszteni. Emellett arra is büszkék, hogy 2021-ben az év munkáltatója díjat nyerte el a vállalat.